Ha az ember beteg, akkor vagy orvoshoz rohanunk, vagy a jól bevált gyógymódokkal próbálunk meg túllenni a bajunkon. A hagyományos orvosságon kívül számos alternatív terápiás módszert is választhatunk. Ezek zöme komoly eredményeket tud felmutatni. Ilyen a visceláris terápia is. Dominika több évig versenyszerűen táncolt, ám egyszer lesérült és járni sem tudott. Nagy kérdés volt, hogy részt tud-e venni a hétvégi versenyén. Egy manuálterapeuta segített rajta akkor. Szerencsére hát 3 órás küzdelem árán, de jártam, és szombaton versenyeztem, és akkor eldöntöttem, hogy igazából tudtam, hogy mozgással szeretnék foglalkozni, de azt, hogy kifejezetten gyógytornász irányba, meg manuálterápia irányába mentem el, ez adta meg a löketet. Réka története más indítatású. Ő világéletében sportolt, mindig újabb és újabb sportágakban próbálta ki magát. Még gyerekként akrobatikát, aerobikot végeztem, aztán utána jött a zumba, majd átálltam a crossfitre, a TRX-re, aztán szépen fokozatosan megismerkedtem a konditermi súlyzós edzéssel, ilyen 18 éves korom körül, és akkor onnantól már maradt a konditermi súlyzós edzés, a mai napig is azt folytatom. De amint foglalkoztatta a pályaválasztás, már biztos volt abban, hogy milyen hivatása lesz. Én ezt már gimnazista korom elején kitaláltam, hogy gyógytornász szeretnék lenni. Mindketten gyógytornászként végeztek, de nem álltak meg itt. Elhivatottak a gyógyításban, nyitottak minden olyan terápiás módszerre, amely már bizonyított. A visceláris terápia még csak pár éve ismert itthon. A holisztikus módszer a test összefüggéseire épül. Manuálterápiás fogásokkal a hasi szervek kötőszövetes környezetét kezeljük, ahogy épp a Dominika kezeli most a gyomrom környékét. A kezelés része lehet még a talp és a fül különböző akupresszúrás pontjainak manuálterápiája is. De miért is van erre szükség? A szervek ilyenkor diszfunkcióba kerülnek, szóval ezt mindig egyébként terápia elején hangsúlyozzuk, hogy nem az van, hogy valakinek mondjuk fáj a jobb válla, és akkor a mája beteg, hanem csak diszfunkcionált állapotba kerül. Tehát az a lényeg, hogy ilyenkor az is le tud tapadni, meg össze tudnak tapadni a szervek, mint akár az izmok is. És hogyha az diszfunkciós, tehát nem működik a normál mozgásterében, mert a szerveknek is van különböző mozgástere, akkor az tünetelni fog. És például pont a máj egy jobb állat tud tünetelni, vagy egy derékfájósnak a vastag belek. Szóval, hogy mindegyik testrésznek megvan, hogy melyik szerv hogyan tünetel. A női gondok kifejezetten jól kezelhetők a visceláris módszerrel. Amivel én a legeslegtöbbet foglalkozom, azok a női problémák, mint fájdalmas menstruáció, petefészek, ciszták, endometriózis, úgyhogy most ebből említenék például egy olyan esetet, hogy petefészek cisztával érkeztek hozzám, ami egy ilyen folyadékgyülem gyakorlatilag a petefészek körül, és teljesen el tudtuk mulasztani ezt a petefészek cisztát ezzel a terápiával. A szülés utáni problémáknál is jótékony hatású a módszer. Például a császárosoknál is 12 héttel a császárt követően javasolt egyébként például elkezdeni a viszcerális terápiát, mert ott is a hegek összehúzzák, ugye akár a beleket, ugye a mély petefészket is külön lehet kezelni, meg azzal összefüggésben, amikor eljön valaki állapotfelmérésre, megnézzük, hogy még melyik adott szerv érintett. És például ott is ez egy nagyon gyakori probléma. Egyéb más hasi, emésztőrendszeri problémákra is jól alkalmazható a belső szervi manuálterápia. Akár refluxos, hasfájós, puffadós panaszoknál is alkalmazható. Még az alvászavarral kapcsolatban is tud segíteni a módszer. Alvászavarok is például, akiknél jelentkeznek, megvan, hogy melyik belső szerv, melyik szervórát követi. És akkor, hogyha valaki tipikusan fölébred 1 és 3 között, akkor meg tudjuk mondani, hogy melyik szerve érintett. A holisztikus látásmód sokban segíti a terapeutákat. Lehet tudni, hogy melyik szerv hova sugárzik ki jellemzően, illetve elengedhetetlen, hogy az első kezelés előtt kikérdezzük alaposan a pácienst, és szervenként még sok egyéb gyanújel is van, ami arra utalhat, hogy problémás. Tehát mondjuk
egy petefészek gyanúnál mindent kikérdeznék arról a petefészekről, volt-e valaha ciszta, volt-e ultrahangvizsgálat, van, hogy el is küldjük a pácienst ultrahangvizsgálatra, hogyha szükséges. Úgyhogy egy nagyon sok kérdésből álló állapotfelméréssel kezdünk mindig. Természetesen ezek az alternatív módszerek kiegészítő terápiaként használhatók, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Nem elég csak eljönni ide heti egyszer és befeküdni arra az 50 percre, kell változtatni az életmódon, az étrenden, hogyha stressz okozta ezt a refluxot, akkor a stressz részt is kezelni, úgyhogy inkább ez egy kiegészítő terápia, ami nagyon hatékony, de önmagában azért nem elég mindenre. Érdemes testünkre, lelkünkre több figyelmet fordítani, mert ez mindenképpen a jó egészség záloga. Az általános környezet javítása, fájdalmas problémák megszüntetése érdekében érdemes kipróbálni a számunkra legmegfelelőbb terápiatípust.